Az előző videóban felsorolt tünetek tulajdonképpen nem egy egységes betegségnek a tünetei, hanem különböző korfolyamatok járulhatnak ahhoz, hogy ilyen tünetek kialakulhassanak. A pszichés tényezők szerepe az gyakorlatilag elhanyagolható, itt leginkább idegrendszeri biológiai sajátosságok miatt alakulnak ki ezek a tünetek. Két fő korfolyamat vezethet az ilyenfajta tünetek kialakulásához, az egyik az organikus szindrómák, a másik a funkcionális pszichózisok. Az organikus szindrómák esetében a lényeg az, hogyha a képalkotó eljárással megnézzük a páciens agyát, akkor nagyon markáns elváltozások, atrofiás eltérések, agyi sorvadás fog látszani a képeken, CT vagy MRI képeken. És ez mind a két agyféltekére általában kiterjedő elváltozás, és ilyen esetben is létrejöhetnek ilyen Capgras, téveszmék vagy Fregoli jelenségek. Egyébként ez jóval ritkább, mint a funkcionális pszichózisok esetében. A funkcionális pszichózisok tulajdonképpen ilyen markáns agyi elváltozásokat ritkábban mutatnak, tehát sokkal finomabb agyi elváltozások vezetnek az ilyen kórképekhez. Az organikus szindrómára például az Alzheimer-kór, vagy a Parkinson-kór, mint neurodegeneratív betegség, a funkcionális pszichózisokra példa a paranoid szkizofrénia, vagy a szkizofrénia egyéb formái, és egyébként a Capgras téveszme például a szkizofréniában a leggyakoribb. Egyébként az életkori átlag is eltér a különböző organikus vagy funkcionális pszichózisokban, hiszen ha megjelenik a Capgras tünet, akkor a funkcionális pszichózisokban 34 éves kor körül jelenik meg, az organikus pszichózisokban viszont 64 év körül. És a tüneti kép is eltér, hiszen a funkcionális pszichózisok esetében a Capgras téveszmét hallási halucinációk fűszerezik, az organikus szindrómában pedig vizuális látási halucinációk.